Sziasztok, én Kori vagyok. Sziasztok, én Dév vagyok, és eléggé ismerős lehet ez a kép így. Még akkor rajta ültünk. Ja, most a földön, akkor már akkora, hogy azt hittem rá sem bírnánk ugrani. Ja, a tériszonyom előjönne. Igazából arról van szó, hogy ugye nagyjából 2,5 éve, volt 3 is? Hát a stúdió után egy... Ja, 2,5-3 éve, hogy a Genesis felkeresett minket, hogy esetleg nincs a szükségünk székekre, gamer székekre, és hogy a viharra van, lett volna szükségünkre. Hát tudjátok, miken ültünk azokon a kis hol fok... szokott az lenni, ilyen... Hát, előadó temetkezés. De azok a székek. Ez, na mindegy, még egy fapad is körülött van, legalább annak van háttámlája. És hát utána ez nekünk akkora megváltás volt, látható is a videóban, hogyha megnéztek így régebbről, hogy úgy örülünk neki, mint a messiásnak. Hát mert előtte nálam ugye faszéken ültünk, ja. Mert ketten nem fértünk el, utána ja. Volt ja. Az egy kicsit. Az mondjuk már egy fokkal jobb volt. Uh-huh. Itt meg most lett hely, és akkor ugye itt be tudok rakni. Viszont ugye a Studio Tour videó, ami nem is olyan régen felment, ugye beszéltünk a székről, elmondtuk róla a véleményünket egy hosszú távon, meg stb. És ránk kért a Genesis, hogy látják, hogy ilyen székünk van, és hogy látják, hogy egy kicsikét úgy viseltes már, hiszen hát nem hazudok, ha azt mondom, hogy napi olyan minimum 5 órát ültünk rá. Tehát, hát úristen, hány ülés óra lehet abba a székbe? És még mindig úgy tartja magát, szóval nagyon elégedettek voltak. A tiéd az egyébként szagadtabb, mint nem tudta, ugrálsz benne. Nem, hanem van egy olyan tök jó szokás, amit tudom, amikor valamilyen rojtos lesz a széle, akkor amikor ja, a kezdel elmegy fölötte, akkor így vegyük már. Rámarkolsz, hogy és akkor jön még. Ne legyen már ott, ne legyen már ott, azért leszedjük, és akkor végül rájössz, hogy az egész bőrt kéne leszedni ott. Én már elindultam ezen az úton. És végig az a baj, le kéne ilyenkor ragasztani, hogy pillanatra ragasztó, vagy én nem tudom. A lényeg az, hogy szakadtas, mert ugye egy kicsikét megtört a bőr, és ugye hát, elindult, ahogy ez szokott lenni. És mondták, hogy hát... Ideje lenne már egy új széket beújítani, és mondjuk, hogy ja. Újítsunk akkor, és kaptunk is 2 darab bazi nagy állatot. Nitro 80-ast. Igen, egyébként nem tudom. Hát de ez már a felső. A csúcskategória. Egyébként igen, így legalábbis náluk biztosan. Amit igazából el lehet mondani, az, hogy ugye anna, amikor mi ezeket a székeket kaptuk, ezek nagyon az ilyen első sorozat volt szerintem tőlük, nem tudom, de szerintem nagyon első sorozat volt. Azóta már nekünk melyik van? SX33, az ugye még mindig kapható, ha jól tudom, és ráncfelvarrás bőven van rajta. Tehát ugye panaszkodtunk a könyöklőre, ami azóta meg ki lett javítva, panaszkodtunk a nem is tudom melyik részére, azt is javították, mert azért már lettem ilyen SX33-as széket élőben, nem is olyan régen pár hónapja, és az furra máshogy nézett, nem furra, de teljesen más volt a kialakítása. Ebből is látszik, hogy fejlődik a cég, és biztosak vagyunk benne, hogy ez is egy nagy előrelépés lesz, azon kívül, hogy egy árkat kategóriában is. Szóval ezt fogjuk most így összeszerelgetni, illetve van itt egy szőnyeg. Ezt majd a végén. Igen. Ezzel most letörjünk. Jó, akkor így alá teszed. Így alá teszed. Ő meglátja, hát ez ilyen... hogy miről van szó. Ez a szőnyeg. És most egy kicsikét profibb lesz a hozzáállás. Szerszámos lát. És nem fogunk itt szarakodni ezzel. Egy óráig csavarjuk. Ebben minden benne van, amit csak szeretném. Nem úgy nyisd, ki fog borulni. Vagy nem? Oda van is. Az oda van úgy, oda van rögzítve, mint az áll. Kiborult van az egész telikbe, hallott? Oda... Jaj! Oh! Erről beszéltem. Ez mihez van? Elefánthoz! Esünk nekik. A tiéd az egy kék-fekete. Ennyi pedig egy piros-fekete. A zöld-fekete nem túl jó döntés. Zöld-fekete, ez pedig nagyon szerettem volna. Nem vagy. Ez is tökéletes lesz. Így maradok a színnél, ahogy eddig is. Először is kell egy olló. A jó kis napközis baszki, tehát hogy... Érted, ha ráugranál, még akkor se vágnál az ujjamat. Mi lenne, ha csak így mondtanánk ki, mert érted? Így nem fog kiborulni. Mondjuk úgy se, na mindjárt. Várjál, ebben még van egy másik. Mi? Hány jó, hülye, tényleg, hát a másik is így volt. Hát valahogy be kell csomagolni, mert csomagolás. Borult. Igen. Jézusom. Aha.
Ez már oké. Okay. Aha. Szerintem pakoljunk ki. Szerintem... Igen. Anyám! Mindenked... Te menő! Jössz, hogy még ki lehet nyitni. Aha. Akkor kipakolok én is. Oh, új cucc szaga van! Ez az! Ez a jó kínai! Feri! Figyeld már milyen mintázata van! Krájzis jutott a szembe. Aha! De jó! Dávid, lesz számtüzelő. Lesz. Ebbe költözünk majd Feri. De babakék, gyerekek. Adja. Új. A zöldre de kíváncsi lettem volna élőbe. Ha valaki... Nem tudok kimenni innen. Ha valaki venne belőle egy zöldet, abban a pillanatban küldjön róla e-mailben egy képet, oké? Okay? Egy bárhol. Oké? Okay? Megkapom. De se élőben van. Mi? Se élőben látod. De közelebb vagyok hozzá. Fejtámla párna. Oly. Hogy mi fejpárna? És puha. Hú, üdös ez a csomagolj. Ja igen, a párnákkal volt bajunk még a másiknál. Hallod? Múltkor csak nagyobb, több volt a hely, vagy megnőttek a székek? Vagy ennyivel nagyobb? Mi? A múltkor úgy kipakoltunk egymás mellé. Jézs! Aha! A kartámla! Az lesz az! Uram, olyan már be! Mi esetlen? Semmi! Eltüntettem a dobozt! Akkor ezt is létszik! Ó, bassz! Ő a... izé... Jókú. 6 jeget raktam bele, és már meleg. Igen. Hú, ezt hol is kell kezdeni? Várjál már. Én nem tudom. Kerekeket arra! De úgy szeretem nézni, amikor más összerakja. Ja, ja, hát az úgy... satisfying. Na, akkor szépen felé, szépen. Amúgy halod? Aha, amúgy nagyon adja a színösszeállítás. Aha. Nem egymás mellett lesz, de... Szóval, amit akartam, tehát amit még mondtunk is szerintem úgy streamekben, hogy nem használjuk a háttám, a hátpárnát. Igen, ezt a nagyobb. Mert... Nagyon kemény volt. Én néha elővettem... Majdnem széttört a gerincem, amikor használtam. És biztos vagyok benne, mert... Az is biztos vagyok benne, mert egyébként, mint ahogy mondtam, már ültem az én SX33-ban, és már puhábbak. Aha, már... Hát már ez már kemény volt, puhábbak. Mint a fal. Szerintem itt van amúgy az enyém. Csak itt van, mert nem vittem. Hol van? Tehát, hogy ez azért puhább. Hol van? Sokat használtad akkor. Igen, ennyit használtam, nem találom. Szóval összehasonlíthatatlanul nagyon jó ez a párna, és mert az SX33 az sokan is hasonló van ehhez. Meg azon a szövet volt, mint az ülés, ez meg igen, ez a műbőr, vagy nem tudja. És az egész ülés az, ahogy nézett, tehát ez már nem szövet. Ja, egyik rész az egész bőr. Aha, hát látod. Az mondjuk nem rossz amúgy, mert... Jó 40 fok. Amikor ráültem mondjuk a hasogatjába, akkor így... Na mindegy. Összeszerelési menüa. Aha, látod, adtak hozzá a katrét. Imbus kulcs az van, igen. Ja, hogy minden imbuszos. Baszki. Csak az nincs! Csak imbuszom nincs benne. Akkor jó. Na mind. Előrébb lettünk. Ó, de van imbusz. Ó, van, még nem veszett el semmi. Na, hol kezdjük? Szerintem rakjuk rá kereket erre. Jó. Az fix. Csillagra. Abban nyomod is kevesebb. Na, múltkor is ugyanezt mondtuk. Faszom. De jó lesz.
És akkor itt van, hogy... Hallod, ez ön lehetne! Uh-huh. Ez fém! Nem van, műanyag! Van egy masszivitása. És itt vannak a kerekek, amik olyan felnék vannak gyerekek. Hány kereke van ennek? Közben látok egyébként bírólokat a gyefelé. Igen. A szék különböző elemeiről, amiről beszélünk, mint például most a kerekek felnéről. Nagyon menő, nagyon masszív kerekek. Fékező is van rajta. Még ha nem is nézed, de ami nagyon fontos, van rajta fék. Érted? Lenyomod és nem mozdul. Érted? Lenyomod és nem mozdul. Nem az lesz, hogy amikor Forma 1-ben féktávon nyomsz egy fékre, akkor így hátra gurulsz. Kiesed a szobából. Ez az, amit eddig nagyon hiányoltam én az esik 33-ban. Hát ez abban a kategóriában, igen. Sajnos ez abban a kategóriában még nem elérhető, viszont higgyétek el nekem, nagyon hasznos ez a fék, de tényleg, hogyha ilyen szimulátor játékok hát, fejlesztek. Hát oké, igen. Mert a pedál az sokkal masszívabb, mint a kerekek. Mondjuk amióta már ilyen nagyon elhasznált lett a kerekje is az enyémnek, egyre jobban tartott ellen. Nem akar gurulni már mi? Már nem annyira gurult, de ebben biztos vagyok, hogy ez simán elgurul, de mert olyan simán forognak a... Már az így kell egy erő, hogy zárnyom. Nem akarom eltörni. Hallod, mint kés a vajon úgy megy. Uh-huh. Emlékszem, mindig dobozzal ékeltem ki magamat az ágyhoz, hogy nem mozduljon el a... A forgószék. És nézd, ez nem olyan vékony kerék, hogy szétvágja a lábadat, ha rámész, hanem szét. Meg azért szerintem ez így soha nem lesz ilyen csáli, meg szételos. Emlékszem, hogy tesóm egyszer így ülök a szobámba, és egyszer csak annyit hallok nővérem szobájából. Sok lakzőre játsz mostanában. Tehát így ülök a szobámba, és egyszer csak annyit hallok, hogy így másik szobában lesz ilyen csattanás hang. Átmegyek, nézem, tesóm az... Így ül a székkel, így megborul, kiesett az egyik kereke, így kibicsaklott alól, érted? Amikor el akart gurulni, besírsz. Bocsi, amúgy a koszos talpakért, de én az előbb locsoltam egyébként otthon, és egy kicsit sáros. Hát szerintem most az évben a legelőször volt. Akkor jó. Az lesz az. Kitörnéd, legalább tényleg nem gurulnál sehova. Ja. Az egyik fixen tartana. Ez jó ez a fém amúgy. Uh-huh. Volt... Annak is ugye fém az alapja, csak... Hát abban több a műanyag. Abban több. Itt van ez a műanyag szar. A régi. Uh-huh. Vagyis a mostani. Uh-huh. És az nekem letört, hogy három. Neked is? És csavar kiállt belőle. Én azt nem vettem észre. Annak mi értelme volt? Én nem is nézegettem. Arra dinamikát javít. Vagy nem csúszott le róla a lábam, mondjuk, mert volt rajta ilyen kis bevágás. Na mindig. Az van. Az az. Ez megy a... Ez a... Ez megy... Ez a kúp. Aha. Ennek az alján van valami. Van még. Nem én ki. Az mi a picsa? Nem tudom. Az miben volt? A dobozban. Melyikben van egy pár? Nincs nem így húzni meg már? Mennyi van? Ez nem is dobozban volt. Ez valami védő. Burok. Right, left. És külött volna. De hát ez különböző. Hát a karton. Na, most ott nem tudom. Ha lesz ilyen alsó védőgenyó. Mert ennek itt van. Hú, melyik lenne a következő? Rárakni akar a... Ja. Erre azért. Húha. Ez egy masszívabb darab azért, de... Aha. Nem úgy van, hogy csak rá... Azt tudom, merről fogjam. Én sem. Ó, aló zöld! Kinézett ki az alját. Gondoltam rá. Vagy gondoltak rám. Alulra fogod nézőket? Direkt. Streamen kívül megfordítom, hogy... Aj, de jó anyaga van. Aj, de jó vagy. Ja, hogy a falulika? Feri, ennek nincs a luk.
Ott a user manuál! Jól eldugták! Nem, hogy megkeresnénk, amíg mi így vagyunk. Baszki, ez elszakadt. Van még egy Dávid, ugyanaz, figyelj. Na, első lépés, dugd bele. Na, Feri, oda vagyunk. Második lépés, tedd rá alulra a konzolt. Várj, hogy egy kettő. Ja, az én, ennek ilyen konzol van az alján, hülye. Az itt van. Aha. Ennyi csomagolni, te azt hittem már csak karácsonykor fog. Hát ez... Igen, és akkor ez kell így. Csak ez hogy van? Mondom. Ha ez van a szék jobb oldalán, akkor így kell rárakni. Mert az biztos, hogy jobb oldalán. A front felé néz a nagy izége nyolatta. Front oldali, így. Arra van a front, nem, erre van a front. Várjál, fordítva van nekünk a... Az nem baj. A front az erre. Front. Így néz. Mert ugye ez a kar mindig hátra. Ja. A tököm tudja. Ez mi? Biztonsági öv? Nem tudom, de olyan szép zöld. Ez ilyen nagyon erős ilyen. Mi a bár? Szerintem ezt tartja feszesen az egész mindent. MS Spring el, és ugye ez biztos, hogy jó, kell. Megvan. Tehát egy kellenek ezek. Na. Igen. Itt van hülye armrest and seat plate. Igen, csak nem tudom, jól tartozik. Backscrew az a hátra, screw for dust cover. Milyen porvédő? Dust cover. Ezt hova picsába kell rakni? Tudom, nem. Nem. Jaj. Az még a jövő zenéje felé, ezt rakjuk rá. Jó. Tudod, hogy hova? Szerintem ide. Ami lesz a háttámra. Jó, hogy itt van elmagyarázva, hogy melyiknek mi a betűje le. Oh, Feri. Faszom. Ez a légy, és akkor ez... De jól csináltuk, ez a lényeg. Ja. Jó, megvan most már. Van, így. Egy csavar, egy alátét, még egy alátét. Igen. Front, itt van rajta nyíl. Aha. Akkor jók vagyunk. Akkor jól csináljuk. Faszom, mindenhol oda van írva, de... Mindegy. Igazából merülhet fel a kérdés, hogy miért küldik ilyen sok darabba, baszkert, nem tudják nagyobb darabba? Ez a játék benne, ez a bónusz pálya, amit kapsz a izében. Ha már ülsz egész nap, akkor szemben ja. Gyerünk! Legalább egy kicsikét. Na de kajak! Na figyelj, itt a rassis kulcs. De előveszed, hogy kell az belerakni. Kész vagyok. Ó, na várjál, ez az a méret. Ó, nem ez az a méret. De várjál, hát hogy melyik a malmunkja, amire bele kell tenni egyáltalán? És amúgy is. Ez túl kicsi. Baszki. Kész vagy. Megvan a méret. Jó, oké, figyeld, mindegy, balra nyit, jobbra zár. Hallgass. Na, az lesz, az rákapott. De finom. Felrakjuk a kettő kartámla genyót. Igen. Ami itt van. Ugyanez a csavar sorrendel, minden ugyanaz. Right, itt van a gyer. Nézd csak. És hogyha így ülök benne, akkor itt van a jobb oldal. Tehát ez lesz a right. Így felborítod. Érted? Igen. Ja, ott a harmadikjuk, jó van! Hú! Ja, nem találtam a harmadikat. Faszom! Na nézzük, milyen a kartámla. Faszom amúgy. Jaj, ez ilyen puha! Mit hittél, befog? Nagyon utálom, tehát amikor, tudjátok, van az, amikor ilyen puha kartámla, tehát ami nekünk van, csak az szétnyomódik, ez meg ilyen... Mindegy cégnek egyébként ilyen szerintem. Kamőanyag, de van, ami olyan buzi kemény, hogy rákönyökölök, és mint ugye az azt a sarkán könyökölök folyamatosan. Semmire nem jó, és magasságállító. A lényeg. Plusz 10 kétségóba, baszki. Na várjál már, melyik bal, melyik jobb vagy. Ezt mindegy. Mondtam, hogy a jobb. Erre, jobb rajta van egy erre. Igen, ezt is mondtam. Ja. De ha rajta ülsz, akkor hogy van az erre? Hát így.
Mert így biztos. Lesz, ha felfordítod, arra lesz az eleje, akkor az a jobb oldala. Érted? Logikai játék felével. Tehát ez. Igen. Mert ugyanúgy áll mind a két székünk. Ja igen, mert így is tükröző van, meg úgy is. Ha lyukom van... Jó, ez nem jött össze. Ezt lehet egyedül? Tehát, hogy... Amúgy ezzel gondolkodok én is. Jó, figyelj! Itt vagyok. De nincs is menet. Van a menet. Ja. Még hogyha nem azzal kezdenél, akkor lehet, hogy könnyű lenne, de... Ó, és ott még lehet állítani a karfának a... távolságát. Aha. Akkor lehet, hogy ezt még meg se kéne húzni teljesen, hanem... Te ebbe van... Nekem van egy kisebbre kell. Jó. Enged. Na. Akkor ne húzzam meg. Hát szerintem... Ez olyan, mintha... Ja, de most már fog. Vagy lent van a menet. Jó. Nice. Még van egy. Hova tűnt a karfa? Feri, ugye nem az enyémet csavarosszuk rá a tiédre? De. Ó, baszki, kettő jobbat kapott a széked. Anyám, nem. Igen. Ó, hogy... Két irányba áll, érted? Úgy ide raktad nekem. Hát csak gondoltam, ide volt készítve. Két jobb kezes lett a széked. Jó, van úgyis két bal kezes vagyok. Hát, akkor most kapod az enyémet. Várjál, jó, akkor ezt vissza ide. Kezd leszakadni a hát. Na várjál, biztos ott van a jobb. Remélem. Tudod, ki van. De elfogyott a csavarom, mert ott van benne. Ja. Itt van, hello, Feri. Hát most csavartam ki szerintem. Ja. Mivel volt lefogadva? Rá tudja. Még kezdem, hogy leszakad a hátam. Hát igen. Jó, megkaptam. Akkor jó. Na, akkor meg lehet... Na, következő lépés. Nem húzzuk meg? Hát autó... Ja, de... Hát ma a tököm nyúlkál be alá. Jó van. Stabil. A következő. Felrakjuk oldalra azokat a műanyag szarokat. Hol tartunk? Az az, hogy a háttámlát az úgy kell oda. Ja, az a háttámlát, ugye? Az a szar. Igen. Azt rárakjuk a izére? Aha. És akkor úgy. Hát az utolsónak írja, hogy rárakja, de... Hát jó, de úgy nem könnyebb, mert ketten vagyunk. Hát... Aha. Én tartom a izét, csavarozó vagy valamiért. Aha, amik az lehet. Oké, várjál. Nézem a likat. Jó, ki lesz oda. Le. Jó, várj, visz, mert. Valami daru. Igen, és akkor elmehetek. Rákel. Ó, még mi is a vizéje van. Hát hátra fogok benne. Faszasz. Aha. Jó. Ezt még lehet előre hátra is csúsztatni? Uh-huh. Előre is hátra is csúszni. Legjobb. Jó, szóval... Az egyetlen dolog, amit hiányolta a másik szék. Aha. Milyen magas most te? Aha. És már egy emberi mérete van. Hát ez rendesen izé... Na, mi az? Nem ér le a lábam! Nem ér le a lábam! What the fuck? De rendesen nem ér le a lábam! Meddig megy le? Még így is alig. Hát meg kurva vastag a izé. Igen, szíves. Nagyon vastag a szíves, de nem lehet kivenni. Jó, hát úgyis, hogy így fogok ülni, vagy valami, de meg ide szoktam így felrakni.
Azt a rohadt. Ja. Na. Hát... Ja, akkor rakjuk rá. Ja, igen. Jaj, de jó vagy. Na. A csavarokat előkészítetted? Persze. Jó van. Hú, ez milyen könnyű. Súlycsökkentés. Bőr az egész, tehát nincs benne szövet, mint a miénk. Uh-huh. Aki a bőrt szereti, annak ezt ajánljuk, aki viszont nem annyira bőrös, annak az SX33 ünnepség után. Egyébként lehet, hogy ebben is van más változat? A, igen, azt akartam 8, mondani, hogy azért van jó sok. 70 vagy tökön, nem tudom mik vannak most írtam, de lehet, hogy van ugyanilyenben, csak szövetes. Csak szövetes. De valaki nem szereti ennyire bőrt. Én igazából mindeket összeítem. Én nem tudom, majd meglátjuk. Egy megszokás kérdés. Én nem fogom ilyen... szeretni, akkor visszaülök a régibe. Hát. De furul, hogy miért kidáig a kartámra. Jaj. Már a régen ugye így végig, igen. Nem találom a likat. Ó, szállt ez. Nem erre megy a pórvédő, te? Ide, erre a vasra. Itt most csavarsz. De mind a kettő máshogy néz ki. Már azért néztem, hogy ez itt olyan hülyén fog kinézni, hogy izé, és arra megy rá a műanyag. Igen. Ah, és még ezt is lehet állítani. Hát. Jó, akkor ezen háttámla on. A nehéz munka eredménye. Hát. Órá is kapott. Na. Súlyozd meg, Feri. Neked már az jobban leír a lábad. Igen, hol a... Hát jó. És ilyen jó karbon mintás. A karbon mintás hátulja. Annak is. A Jézus. Annak is. A képen jobban kiemelődik. Na. Hol szokásos? Milyen, milyen csúszós. Csúszós. Nem, mint ha vizes lenne utána az új, ami nem tudom, olyan fura anyagból van. De könnyen forog. Uh-huh. Meg is könnyű maga az egész. A miénk, amellett, azt tudod miért nehéz? A kartámlája ugye körbe fém. Aha, igen, igen, igen. Ebben meg csak azért fém körülbelül van az alja. Uh-huh. Hogy erre fogja a szél. Súlycsökkentés, ez megvan. Az meg. Meg ez az egyetlen, ami fém. És akkor a porvédő. Igen. Ami... Pornudli védő. Porguliga nem, hogy bemenjen. Hol van lett rakva? Én ide raktam. De viszont nem szimmel, tehát nem ugyanolyan a kettőt. Az igen. Más. Na de én hova raktam? Abba kéne... Ó, és itt még bele is... Ja, hogy ezt így... El kell húzni azt a műveny... Na várjál! Mi van? Left, right, right! Nézd! Itt, ebbe kell berakni. Tényleg? Vagy... Mi? Hát... Nem. Ide? Ja nem! Itt mi? Csak simán itt... De várjál, mert ehhez már itt kell. De várjál, mert mi van? Dust cover, screw for dust cover. Annyi nem kell ráhúzni, ez se, és akkor itt ilyen ugyanapot. Ó, nincs meg a lik. Aha, ott nekem is egy kicsit így pozícionálni kell. Igen, mert egy ilyen hosszú csőbe kell berakni itt a csavart. Aha. És akkor nem látni semmit. Jajjön. Jó. És fogka mondjuk kultúráltabban néz ki. Mhm. Halló. Meg kell mozgatni. Fasza! Rajta van. Az a lényeg. Na. És most na. Nem életileg. Ó, én akkor végig kell nézegettem, hogy melyik. Mert a túlva. Ha ezt meghúzod ezt a kart. Hú.
Várja. Hú, vajon meg fogok halni? Hú, megosztuk a csavarokat? Remélem. Hú, várja, betolom a üzét. Nagyon félek, meg fogok halni. Jézusom. Húha! Ez meg kell izélni, akasztani. Oh. Igen, hogy ne dörengőjé. Jó. És nem szakad össze, érted? Ó! Oh. Feri, most a padlóm az, hogy mit csinál? Nem tudom. És akkor így lehet chillezni. Amikor Cségóba várod a meccsvényeket. Ó! Opa! Mennyi a koppa? És hogyha... Megy? Ez. Ha is visszavészük, vagy visszajön. Jó, még jó, hogy nem tud hátba verni, hogyha nagyon előre. Aha, és akkor ugye egy kicsit így, akár így, akár így. Akár így, akár azt így. Azt hiszem, hogy hátra megy. Tudáig kimegy. És akkor oda berakod azt a párnát, ami így pont sűkbe hozza. De ez hogy van? Ez fizika. Ez hogy nem borul hátra? Hogy van ennek? Hát még? Mert még ott a kerék, és pont itt van a... Súly, nem volt. Hát jaj, mert ott van segít meg a lábad, de... hogy nem fog eltörni? Hogy nem fog eltörni? Nem tudom. Alattam. Figyeld. Figyelj, ha az esik szorítás. Így ráraksz valakit, és így kikatapultad. Ha az SX-33 kivírta a sűrűt, akkor ez is kifogja. Az is igaz. Tudom, 150 kilóig van. Na. És akkor 150 kilóval még hátra is lehet fordulni. Tehát... Végre normálisan úgy tudok gépezni, hogy hátra vagyok dőlve. Uh-huh. Rössz már föl ezeket a szarokat. Ja, igen. Ja, igen, a párna. Az olyan milyen lesz. És akkor itt van egy kis lik neki. Aaa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 
pont, igen, hogy... Aha, pontos ott mesettek a kimenetele. Aha. 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 Erre indik ő. Oh, de jó tartja. Jaj. Nem törte semmi. Csak ő jobban húz meg akart, hogy hátra akarsz izélni. Ja, igen. Aha! 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 Igen, tehát így vannak különbségek. Egyrészt a fejpárna sokat hozzátesz. Emléksz, hogy annál azt hittük erre, hogy ez a fejtámla? Igen. Azt akartuk ott rakni. Igen. Azt hiszem, amiért jó. Igen, és azért ez egy kicsit máshogy tartja a gerincet. És végre puhább, nem törik el. Tudod, hogy miért tetszik jobban? A réginek hosszabb volt így az ülő része. Aha. Tehát a hátam nem ért el a háttámláig. Igen. És ja, körülbelül így kell tűnöm, hogy a combom, vagy itt volt aha, a térde. Itt most de ezt egy kicsit szerintem kisebbre vették. Aha. Meg ugye a háttámlát is lehet állítani. Ja. Az is jobban rád jön. Ó, hát... Hát azért ez tese lesz. Ez igen. Ez ég és föld. Nem mindegy, hogy mennyire lehet. Hát igen, ez ugye a generációváltás, tehát ugye az SX-33, ugye azt hiszem Szégeknél úgy szokták, hogy százasával különböztetik meg a dolgot, tehát így számba, meg egyébként sok minden meg. Hát van így a 300-asok, 400-asok, 500-asok, 600-asok, 700-asok, 800-asok, és pontosan nem tudom, hogy jelen esetben Genesisnek ugye melyik székei vannak, de azért látszik, hogy ez 300, ez meg 800, tehát hogy ugye itt már benne van a... Igen, oldalra is lehet, tehát oldalra, előre-hátra, meg leföl. Ez nem ez a gomb. Minden. Ja, meg ugye kerékbeállító, meg ja, ilyenek. Ja, megfogod. Ez tényleg, ez keleti kényelem.
Ja, hogy még csak nem is kell röködni, csak egy pici kattanás és ennyi. Uh-huh. És ez nem tudom, mikor, ez nem tudom, mikor jön szét. Tehát, hogy majd látjátok egyébként a stúdió túrokban szerintem, meg továbbra is majd ezek a dolgokat. Ki jött a párnádból? Ja, ez már nagyon volt. Ja. Ezt majd le kell szedni. Ja, ez csak ide jött. Cipzár becsíted. Itt is jobban tart. Nem, igen, nem igen, jobban így rajta van. Szélesebb lenne, vagy nem is tudom. Eddig be van hajtva széle. Igen, mondjuk jobban. Jaj. Az laposabb volt. Kiegészítünk. Jaj, ez, ami egy szőnyeg. Négyféle szőnyeget lehet rendelni egy Genesis-től, mind a négy tök menő. Ugye nyilván gamer székekről beszélünk, ennek is gamer a témája. Mindjárt megmutatjuk. Hollót. Hollót. Ezt én kértem, azért, mert ugye nálam parketta van. Így van. És ott látszik, hogy karcos már. Igen, konkrétan arra van, hogy a parkettádat megvéd, mert egyébként tehát attól függetlenül, mert nem mozogsz úgy direktben a székkel, hát folyamatosan vannak ilyen pici mozgásai a keréknek, és ez nagyon durván ki tudja kezdeni a padlót. Ugye rosszabb az eset akkor, hogy a fólműanyag a kerék, jobb az eset akkor, hogyha ugye gumis bevonatot kapott a kerék, de akár... Akár is ugye. Igen, ez gumis, szóval ez valószínűleg már így önmagában igen, nem kezdené ki a parkettát. De... Nem mondanám guminak, de... De nem tudom. Műgúj. A lényeg az, hogy... Mint alapos lenne a kerék. Hogyha nem szeretnétek azt, hogy a szüleitek veszítenek, amiatt, hogy szétgányoljátok a szobát, vagyis a padlót, akkor 49.990. Nem tudom mennyi. Nem tudom mennyi, de csak nem mennyire. Ez a Keep Calm and VASD, azt hiszem az a mintázata. Hú, de jó anyaga van. Én azt hiszem, hogy ilyen valami gumi lesz, vagy én nem is. Tudom. Hú, feltöltődött. Ó, mutasd már milyen ez van. Keep Calm and... Hát erre pont ráfér a szék. Tehát ezen nem nagyon... Ja, ez egy nagyjából az. Tehát hogy nem mész körbe vele az egész, de ez nagyon... Ezektől az anyagoktól fáj, vagy piros a kezem mindig, amikor végigmegyek a juice-ba, vagy valahol. Igen? Aha, én piros tagot lennél közel, meg viszket. És akkor igazából annyi a dolgot, hogy ezt ide leteríted. Húz meg, baba. Várjál, mutatom. Ráparkóz. Menj rá, Dávid, menj rá. Mondom, ráparkóz. És akkor ez történik. És akkor ugye ezek a kis mozgások, amik ugye történnek így a asztaleti helyezkedésnél, ez ugye ezen történik. És... Mert már így se gurulsz annyira. És hát kicsikét így most vissza is tartja, ja. Tehát így stabilabban. Mondjuk a kerekek is úgy állnak, hogy... Ja, hát mondjuk ja. A kerékállás is úgy. Szóval egyrészt menő, másrészt simis. Ez jó dolog. Jó az anyaga. Jó, de jó. Mert én ott nekem, hát lehetne szőnyeg, csak... Na. Megjön, feldobja. Mint hogy ugye vannak ugye nyilván tök átlagos székek, amik amik ugye még tök kényelmeset tudnak lenni, ugye ezek gamer székek, egyrészt rohadt menő néznek ki, másrészt pedig ugye vannak benne olyan kis feature-ök, amik a gamerekre való tekintettel vannak, mint például a Keep Calm and VR-t, ami ugye design formájában meg hasonló. Ez nagyon jó. Nagyon nagyják a székek, tehát azért így felépítésügyileg látszik a különbség a székek között. De én azt mondom főként, mivel ugye tényleg ez az SX33 sokat fejlődött az idő folyamán. Mennyivel alacsonyabban van néha? Ja, meg mennyivel nagyobb ez az alsó rész, mint ennek. Tehát hogy ez mennyivel jobban így rád élik. Igen, arra. Igen. Sokkal nagyobb. Igények döntik el, hogy tényleg mennyi pénzt akar rá kérni az ember. Nem feltétlenül van úgy, hogyha valaki gamer széket akar, akkor egyből a legdrágábbat vegye meg, mert lehetséges az, hogy csak kipróbálja, hogy milyen az, hát én nekünk sem jött volna be annyira, mondjuk nem tudom ebben minél jöhetne be valakinek, de érted? Mondom, abba az egyetlen hátrány, hogy semmit nem lehet állítani. Tehát amúgy... Igen. Ebből meg ugye minden. Személyre szabhatóan. Tehát a háttámló volt az egyetlen, nem, mert ez is, mert pont annyival magasabb az asztal, hogy így kellett, hogy legyen. Jó. Hát az állítatóság, igen. Az meg kell fizetni. Ja, és még be. Hogy lehet befelé? Ja. 1, 2, 3 állat. Leszarok. Ó, ez nagyon kényelmes. Ettől tényleg nagyon féltem ettől a könyöklőtől, de megnyugodtam. Hát ez nem fog úgy kikonni. Nagyon jó, mert olyan csontos a könyöklőm, srácok, hogy ezzel Ferid így most így akkor lehetségesen mentő viszi el. Ez az bőr volt. Ezzel rákönyökölök és ez ilyen...
És így, mi ez? Egy kicsit ott is marad a nyoma, aztán visszajön. Ilyen hab. Ilyen nagyon kemény valami. Nem tudom. Lehet. I don't know. Gumiszivacs vagy mi? Gumiszivacs. Nem tudom. Talán. Ja. Memória izé. Memória habor is. Már nagyon ért ez a kategória váltás számunkra, meg ugye a régieknek a lecserélése, szóval nagyon örülünk annak, hogy a Genesis ennyire gondolt ránk, és tényleg látható az, hogyha napi szinten több órát tényleg, tehát egy 5-6 óra napi szinten, hát, hogy lebontjuk átlagra, vagy akár több is volt ez, ültünk minden nap, és így néz ki a szék, egybe van, és ezek a feljöltetek is csak az én hibáim főleg, mert szedegettem. Szóval nagyon szépen köszönjük a Genesisnek, igazából nézzetek a kínálatokba, hiszen van arany középút, van mindenkinek igazából. Így van, szóval megéri nézelődni, de egyébként ezek a szőnyegek, ezek meg székfüggetlenek, ezek mindenhol jól jönnek. Faszékhez is lehet venni. Szóval igazából link a leírásban a székekhez, ahol tudtok nézelődni, illetve a stúdiótúr további részeiben lehet majd tapasztalatokat. Szeretnénk tőlünk így hosszabb távú tapasztalatokat, hogy ezek a székek hogyan szuperálnak, hogyan alakulnak, miről a véleményünk, mert ugye ez használat kell, hogy ezek előjönnek. Köszönjük figyelmet, hogyha tetszettek, hogy nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok föl, csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok! Azt ezt hogy viszed haza?